A Mozaik Egyesület közös gondolkodást a párbeszédre hívta és várta azokat a Sziget-Szentmiklósi járásban élő szülőket, akiknek családjában sajátos nevelési igényű gyermek él. A programot Katona Imola szociális munkás vezette, de a TASZ fogyatékosságügyi szakértője is tanácsokkal igyekezett ellátni minden megjelent szülőt. A Mozaik Egyesület az 2011 óta dolgozik autista gyerekek szüleivel. Most 2016-ban indítottuk el a helyi programunkat, ami kifejezetten Sziget-Szentmiklós járásban élő gyerekek szüleit szervezi közösségét. Tehát közösségszervezés, közösségfejlesztés az irány. És most nyitottunk egy picit nagyobbat, mert nagyon sok megkeresést kaptunk másfajta SNI-s gyerekektől is. Ugye az SNI az a speciális nevelési igény. Nek a rövidítése. A köznevelésben így hívják azokat a gyerekeket, akik valahogy másképp működnek. Tehát most nem csak az autista gyerekek szüleit vártuk, hanem például az ADHD-s gyerekek szüleit, a diszes gyerekek szüleit, tehát a fura gyerekek szüleit gyakorlatilag mindenkit vártunk. Alapvetően bárhonnan jöhettek, de a mi programunkban Sziget-Szentmiklós járásban élő családokkal dolgozunk itt most. Mi a legfontosabb cél ennek a délutánnak, illetve mi ennek a délutánnak a programja? A legfontosabb cél az, hogy elindítsunk egy olyan közös gondolkodást, amiben a szülők is részt vesznek, és aktívan részt vesznek. Tehát minden programunkon eljutunk odáig, hogy a szülők artikulálják a hiányokat, hogy mi minden nincsen, hogy mi mindenhez nem jutnak hozzá a gyerekek, de nem fogalmazzák meg azt, hogy ők mit tudnak tenni azért, hogy javuljon ez a helyzet. A mai délutánnak az a cél, hogy elkezdjünk arról gondolkodni, hogy szülőként mi mit tehetünk azért, hogy jobb legyen a gyerekeinknek. Kiket hívtatok meg, vagy kik azok, akik közösen próbálnak beszélni, illetve gondolkodni a szülőkkel? A csoportot én vezetem, mindig én szoktam vezetni, de most hívtunk egy vendéget, ő Csabai Lucsi, a Társaság a Szabadság Jogokért, fogyatékosságügyi szakértője, aki gyógypedagógus. Milyen gyakran tudtok ilyen alkalmakat tartani, illetve itt például Dunaharasztiban, vagy itt a környező településeken, hol szoktatok még tartani? Jellemzően Sziget-Szentmiklóson tartjuk ezeket a rendezvényeket, ott van egy nagyon jó helyszínünk, ahol a gyerekfelügyeletet is úgy tudjuk megoldani, hogy kényelmes legyen, és a szülőket is jól le tudjuk ültetni. A lényeg az, hogy havi rendszerességgel, tehát a nyári hónapok kivételével havonta egy szülő találkozunk a helyi csoport számára. Általában mik a tapasztalatok, a szülők mennyire nyitottak egy-egy ilyen beszélgetésre, tehát nagyjából be lehet-e satszolni, vagy el lehet-e mondani, hogy nagyjából hány szülő az, akit egy-egy ilyen program megmozgat és valóban eljön ezekre a programokra, és érdeklődően aktívan vesznek részt ezen? Ez nagyon változó, mert azt már megtapasztaltuk az elején, hogyha csak arra hívjuk a szülőket, hogy beszélgessünk, tehát hogy az ő saját szülői jólétükről, működésükről beszélgessünk, akkor nem jönnek el, tehát témát kell adni. Mióta tematizáljuk ezeket a programokat, mindig attól függ, hogy hány szülőt szólít meg az adott téma. Tehát mondtam, a legutóbb felnőtt korba átlépésre 6 szülő jött el, mert annyit értünk el, akinek a gyereke most jön ki az iskolából, és ugye ott egy elég nagy váltás van mindenféle ügyekkel kapcsolatban, nem csak a család életében. De például volt olyan, ahol a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményéről beszélgettünk, arra egy picit többen jöttek, úgy ha átlagolni szeretném, ez a 8-10 fő, aki aktívan ott van, nehezen indulnak el a szülők. Mindenkit érdekel a téma, de miért pont most van, most nem ér rá, nem lesz a jövő hétvégén. Mi meg ugye nagyon szűkös kapacitásokkal dolgozunk, tehát egy téma egy hétvégén van, és utána kb. Egy év múlva vesszük megint elő. Hogyan, kiknek, minek a támogatása, vagy hogyan tudtok egy-egy ilyen programot megvalósítani? Mert gondolok itt arra, hogy például mondjuk egy helységbérlés, vagy ha meghívott vendégeket hívtak, azért ezeknek mind-mind költsége van. Tehát hogyan tudjátok ezeket a programokat megvalósítani? Általában a pályázati célzott pályázati forrásokból, most a közös értékeink program keretében az Ökotárs Alapítvány, a mi partnerszervezetünk ebben a programban, egy nagyon hosszú, a mi léptékünkkel mérve nagyon hosszú 2 éves támogatást kaptunk, tehát ebből tudjuk a havi egy szülő találkozót, a szülőképzéseket, az infóanyagokat finanszírozni, de a mostani rendezvényben még a Tesco Önválaszt mi segítünk programja is benne volt, ez ugye egy helyi dolog, mindig a helyi Tescokba dobálják az emberek azokat a kicsi tokeneket, úgyhogy pályázatokból itt most ebből a kettőből. És végezetül pedig, hogyha vannak olyan szülők, akik érintettek és nézik ezt a riportot, mit lehetne nekik mondani, miért érdemes ide eljönni, hogyha látják bárhol az interneten a következő alkalmak egyikét? Egyrészt kapnak válaszokat, másrészt ugye mindig rájuk van szabva a program, tehát azzal a 15 emberrel vagy 6-tal dolgozunk, aki idejött. Ő kérdezi, és ő kap válaszokat. Meg van egy olyan plusza, hogy megtapasztalják azt, hogy nincsenek egyedül. Ezt minden szülő minden elégedettségmérésben elmondja, hogy nagyon jó érezni azt, hogy nem ő az egyetlen, akivel ez történik, és hogy egymástól is kapnak olyan tanácsokat, praktikákat, amiket máshol nem hallanának.
Azok, akiknek kérdése van a témával kapcsolatban, vagy szükségük van segítségre, esetleg a következő fórum után érdeklődnek, keressék a Mozaik Egyesületet a közösségi médiában, vagy írhatnak levelet a képen látható e-mail címre.